újabb munkacsoportot alakított a Nexus, Rétvári Bence adta át a felújított iskolát, elismerésben részesült Galsi Nagy Andrea, egyeztetés a Déli Külvárosnál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 7-én 18 óra 5 perckor. Újabb munkacsoportot alakított a Nexus Egyesület. A részletekről Ökrös Dávid elnököt kérdeztük. A Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Bizottságon belül ma alakul meg a bel- és külterületi járőrszolgálat munkacsoport. A Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Bizottságon belül a bel- és külterületi járőrszolgálatnak a alakuló munkacsoportülésén vagyunk. Ennek az egyik fő jellegzetessége, hogy a Nexuson belül most jelenleg 4 bizottság működik a mai naptól számítva, és ez a bizottság az, aminek keretén belül már 4 munkacsoport is kezdetét vette, ilyen például éppen a mai alkalommal megtartandó bel- illetve külterületi járőrszolgálatnak a munkacsoportja, emellett a jogi munkacsoport, és mindezek mellett a sport, szabadidő és turisztikai munkacsoport. Jelenleg ezekre azért van most már szükség, mert a Nexusnak eddigi működése, szervezése bizonyos szempontból nem volt medelve terelve. Nagyon sok zöld témakörrel foglalkoztunk, ezért is neveztük el röviden ezt a bizottságot a zöld bizottságnak, és szerettük volna egy kis terelt, egy kis medelt adni ennek a munkának, és most már külső szakértőknek a bevonásával kívánunk sokkal hatékonyabban, sokkal szertágazóbban tevékenykedni Karcagváros keretein belül, illetve azt is tervezzük, hogy a szomszédos településekkel együttműködésre lépünk, ezáltal is gyorsítva és hatékonyabbá téve a reményes munkánkat. Fő feladata a munkacsoportnak a szemételtakarítása, szeméthegyek feltárása a városban és külterületeken, hogy kevesebb illegális hulladék legyen. Maga az a megállapítás helyes, hogy Karcagvároson kívül jó adottságokkal rendelkezik az illegális szemétmennyiség terén, hiszen a környező települések közül az egyik legjobb település, hogy legkevesebb hulladék található, illegálisan elhelyezve. Azonban hogy nem lehet kikerülni az emberi mulasztásnak azt a részét, hogy sokan viszont nem kívánják elvinni a szemetüket a lerakóhelyekre, nem veszik azt a fáradtságot, időt, és ehelyett inkább eldobálják, és ezeket a helyeket kívánjuk feltérképezni, amit korábban már a ITM által létrehozott applikációba is be lehet jelenteni az országban bárki számára. Ezt szeretnénk egy rész egyesületen belül felhasználni, és az egyesület, illetve a minisztérium közötti kommunikációban fenntartani, illetve a lakosság és az egyesület közötti kommunikációs csatornába viszont szeretnénk mindenféleképpen becsatornázni azokat a szakembereket, akik teljes testtel és szemmel tudják látni, illetve tapasztalni, hogy Karcagvárosban pontosan hol, milyen időszakonként és milyen fajta hulladékot dobnak el inkább az emberek, és melyek azok a fő gócpontok, ahol tudunk találkozni ezekkel a szeméttel. És ezeket szeretnénk először egyfajta informatív jelleggel fölmérni, felterképezni, és miután meg kellő információval rendelkezünk azzal kapcsolatban, hogy Karcagon pontosan mikor, hol, mekkora mennyiség és milyen fajta hulladékkal találkozunk, akkor utána erre egyfajta akciócsoportot alapítani, és mind lakossági, mind hatósági, mind pedig az önkormányzat való kapcsolatfelvétel útján, tehát több úton elindulva egy hatékony rendszer kidolgozni arra, hogy ez a szemétnek a képződését meg tudjuk gátolni, illetve a már kialakultakat fel tudjuk szenni. Ez utóbbira egy ékes példa, már az egyesület által korábban is szervezett szemészedéseknek a további folytatása, amit ezt idén ősszel is kívánunk majd folytatni. A munkacsoport alakuló ülésére a Nexus környezetvédelem iránt elkötelezett tagjai mellett szakirányú képzettséggel, végzettséggel rendelkező környezetvédelemmel és természetvédelemmel foglalkozó szakemberek mellett a polgárőrség és a mezőőrség és a Karcagváros önkormányzat illetékesét hívták meg. A mostani alakuló ülésre ugye kiinduló pontként a Nexus Egyesületnek a környezetvédelem iránt elkötelezett tagjait hívtuk meg, illetve azon tagjait, akiknek szakirányú képzettséggel, végzettséggel rendelkeznek a témán belül, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó szakembereket. Mellettük pedig meghívtuk például a polgárőrség, a mezőőrségnek az illetékes személyeit, mindezek mellett pedig a Karcagváros önkormányzatával is szoros kapcsolatot ápolunk, és folyamatos az információ áramlás vice versa, pont azért, hogy a lehető leghatékonyabban tudjunk fellépni az illegális személyképződés ellen, illetve azoknak a folyamatos meggátolása ellen,
Mindezek mellett pedig még a illegális, vagy legalábbis a nem jogszerűen kivágott fáknak a sorsát is kívánjuk rendezni a mostani alakuló ülésnek azon keretén belül, hogy Karcagvárosában is érkeztek olyan észrevételek az egyesületünk irányába, hogy nem megfelelően látják el a magánszemélyek elsődlegesen a fáknak a kivágást, és erre szeretnénk egy olyan hatékony lakossági rendszer kidolgozni, ahol a lakosok egyszerűen és gyorsan el tudnak minket élni, mi pedig hatékony kereteken belül pedig fel tudjuk venni a kapcsolatot a hatóságokkal, és össze tudjuk kötni a problémát a problémára megoldást kínáló személyzettel. Ha az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára adta át a több mint 536 millió forintos központi költségvetési és uniós támogatásból felújított mezőtúri iskolát. Az 1980-ban épített 16 tantermes főépület teljes víz- és csatornahálózatát kicserélték, csak úgy, mint a nyilászárókat. A fejlesztés következtében a tanulás megújult szintere a diákok számára vonzóbbá, a nevelőtestület pedagógiai szakmai munkája motiváltabbá válik. Nő az intézmény nyitottsága, javul a szolgáltatás színvonala, biztosítva ezzel a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Bízom benne, hogy a korszerűsítés intézményünk eredményességét is majd pozitívan befolyásolja. Köszönet érte mindazoknak, akik segítségével mindez megvalósult, megvalósulhat. Külön köszönet az odafigyelő, gondos fenntartóknak, a kivitelezőknek. Itt köszönöm meg kollégáim munkáját is, akik egész nyáron át tartó tevékenységükkel biztosították a sikeres tanévkezdést. Új szigetelést kapott a tetőszerkezet. A beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára külön fejlesztő szobát alakítottak ki. Kialakítottak egy természettudományos szaktantermet, a nyelvi labort pedig új laptopokkal szerelték fel. Az előttünk levő 8 esztendőben, amikor privatizálták a nemzeti tankönyvkiadót is, 70%-kal nőtt a tankönyvcsomagoknak az ára. Ezt nyilván nem mindenki tudta olyan könnyen követni, ezért volt fontos, hogy a költségvetésben most már 13 milliárd forint szerepel, annak érdekében, hogy minden diák után Magyarországon ingyenesen járjon a tankönyvcsomag, minden szülő azzal számolhat, hogyha egy gyereke van, két gyereke van, három gyereke van, minden esetben ingyenesen kapja a tankönyveket. De ennek volt fontos része az iskolai étkeztetésben a kedvezményes és ingyenes étkeztetésnek a kiterjesztése is. Sokkal szélesebb az a kör, aki számára ezt bölcsödében, óvodában és az iskolában is biztosítjuk. Bölcsödében 10 gyerekből 8-9 már ingyenesen étkezik, és óvodában is, általános iskola alsóban, felsőben és középiskolában is jóval magasabb kereteket, jóval szélesebb jogosultsági kört állapítottunk meg, pontosan azért, hogy a gyereknek a teljesítményét az ne befolyásolja negatívan, hogyha otthonról, anyagi okokból vagy figyelmetlenségi okokból, de nem úgy indítják el a gyereket, hogy kap otthon reggelit, vagy visz magával 10 órait, vagy van esetleg lehetősége, hogy önmaga megvegye magának a reggelit vagy a 10 órait útközben, vagy az iskolai büfében. Ez az otthonról hozott hátrány ne jelenthessen az iskolában hátrányt, ne jelentse azt, hogy valaki nem tud kellő mértékben koncentrálni. Ennek a keretét több mint 87 milliárd forintra emeltük, ami azt jelenti, hogy több mint 56 milliárd forinttal emeltük az iskola ingyenes és kedvezményes étkeztetésre szolgáló kereteket, valamint kiterjesztettük ezt az étkezést a kisebb évközi szünetekre is. Így elmondhatjuk, hogy nem fordult elő az elmúlt években az, hogy valakinek a kérelmét, valakinek a jogosultságát azért nem tudtuk volna teljesíteni, mert kimerültek a költségvetési keretek. Az elmúlt években senki, sem egy diák, sem egy iskola, sem egy önkormányzat nem kapott olyan választ, hogy a szociális étkeztetési kérését, anyagi támogatását a források kimerülése miatt nem tudja az állam biztosítani. Minden forrás biztosítottunk ahhoz, hogy mindenkinek megfelelő étkezés legyen az iskolában, és ez minél egészségesebb is legyen. Rangos elismerésben részesült Galsi Nagy Andrea. Karcagváros kultúrájáért díjat, a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka, valamint a város művelődése, művészeti élete érdekében végzett kimagasló munka elismeréseként Galsi Nagy Andreának, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvoda pedagógusának adományozta. Én 1995 óta vagyok itt a Kuthen óvodában, először a Körös úti óvodában kezdtem, és a kislányom megszületése után visszamentem az óvodámba, ott kaptam egy ilyen, tagóvoda vezetői helyettesi megbízást, és ez egy új kihívást jelentett akkor a számomra.
és hát nem sokkal később viszont ide csaltak a jelenlegi munkahelyemre, ahol nagyon-nagyon jól érzem magam, és itt vagyok jelenleg is. És hát a zene az ön életének a jelentős részét kiteszi. Itt pont abban a sarokban vagyunk, ahol a kis ovisaival is énekelni szokott, de a kultúrának ezt a részét nagyon jól ismerjük öntől. De önnek mi jelenti a kultúrát? Hát számomra a kultúra természetesen a zene, történetesen az éneklés, hiszen nagyon-nagyon közel áll hozzám már gyerekkorom óta. Mondhatnám, hogy óvodás koromban is nagyon szerettem énekelni, szerepelni. Iskoláim kórusaiban is énekeltem, sokszor szólót is énekeltem, versenyekre küldtek a tanítóim, tanáraim, sokszor igen eredményesen, és hát végül is ez hozta azt, hogy komolyabban is kezdjek el foglalkozni az énekléssel, és így 1997-ben tettem egy szakvizsgát, mellyel egy végleges működési engedélyt szereztem, és hát nagyon boldog vagyok, hogy most már hivatalosan is színesíthetem az óvodánk, óvodáink, városunk, városi rendezvények, iskolai rendezvények és egyéb rendezvényeket. Azt gondolom, hogy külön lelkület kell ahhoz, ha valaki csak ovisoknak, tehát gyerekeknek énekel, vagy amikor felnőtteknek, azon belül is több korosztálynak. Kik a leghálásabb közönség? Hát természetesen, mivel óvónéni vagyok, ezért a gyerekek állnak hozzám a legközelebb. Az a legnagyobb boldogság számomra, ha nekik énekelhetek, és olyankor egyáltalán semmi izgalom, semmi feszültség, semmi lámpaláz nem jellemez. És itt kell megemlítenem a testvéremet, Karcagi Nagy Zoltánt, aki egy életműdíjas nótaénekesként ismerhetünk, illetve városunk önkormányzati képviselője is, és vele aztán tényleg hosszú évtizedek óta énekelünk, hát természetesen gyerekeknek is, és minden korosztálynak. Azt gondolom, azért az óvónéniségre szükség van, amikor interaktív előadásokat tartanak gyerekeknek, hiszen ott azért bevonni a gyerekeket, én emlékszem ezekre a játékokra, amikor bevonja őket, tehát ott meg kell találni rögtön a közös hangot a gyerekekkel, és ebben a hivatás azért nagyban segíti, jól gondolom. Valóban nagyon érdekes, hogy akárhány helyszínen vagyunk, akárhány óvodában, akárhány rendezvényen, az mindig más, tehát egy más-más-más jellegű közönség, egy más jellegű gyerekanyag, egy teljesen más jellegű rendezvénybe csöppenünk, és hát muszáj, hogy tudjunk alkalmazkodni az adott helyzethez. Felnőttekről is beszéljünk azért picit, hiszen sok rétű az önök műsora. Az elképzelhető, vagy már lehet, hogy volt erre mód, hogy magyar nótát énekelt ön is? Hát igen, kisebb falunapokon, amikor így visszatapsolnak bennünket, mert hál' Istennek azért van erre példa. Volt olyan, hogy esetleg Zolinak a mulatós csárdás klipjébe, a csárdás összeállításába én is bekapcsolódtam, és akkor ketten énekeltük ezeket a dalokat a közönség nagy örömére. Legemlékezetesebb fellépés, gondolom az a legelső volt. Visszaemlékszik még erre, hogy az hol és mikor volt? Hiha, hát az az igazság, hogy én már 15 éves korom óta énekelek, volt egy együttesünk. Azt most nem már ülke, hogy hány éve? Hát már... Igen, annyi. Tehát nagyon-nagyon régóta volt a Pálma együttesünk először is, utána jött a Seri együttes, tehát nagyon-nagyon fiatal, még gyerek voltam, amikor kezdtem ezeket a fellépéseket. Hát így aztán nem is nagyon tudom megmondani, hogy most melyik is volt az első, mert nagyon régen volt. De természetesen azóta is minden egyes műsor előtt azért van egy icipici kis druk, egy icipici kis lámpaláz, hiszen az ember nyilván hát saját magában azért megpróbál bízni, de azért a technika ördöge meg egyéb dolgok azért közbeszólhatnak, úgyhogy sajnos még mindig van egy icipici druk ezeken a rendezvényeken, fellépések előtt. Készülőben esetleg valami most? Mire készül? Azon kívül, hogy azért vannak már ismét fellépések. Nagyon szeretnénk Zolival majd egy közös CD-t létrehozni, hát remélem, hogy valamikor ez sikerülni fog. Nekem ugyan van gyerekeknek szóló CD-m is, ez egy nagy álmom, hogy vele közösen egy gyerek CD, illetve természetesen a felnőtteknek is egy örökzöld táncdal összeállítás. Az előbb már azért egy mondatban hallottunk a gyermekéről, amikor... az Oviból elment vele gyesre. Mit lehet tudni az ő zenei tehetségéről? Akart énekelni? Énekelt valaha? Szerette volna, hogyha énekel?
Nagyon jó hangja van, nagyon szeret énekelni, de nincs benne ez a fajta exhibicionizmus, mint az anyjában. Tehát ő nem nagyon szeret szerepelni. De egy nagyon tehetséges kislány. Annak idején ő zongorázott nagyon sokáig, Zbiskóné Katikánál, illetve Maróhoz, Sárai Maróhoz is járt magánének tanszakra, tehát azért ő is nem esett messze a fájától. Önnek a zene, azt már kitölti az életét, azt elmondtuk, hogyha mondjuk akkor másképp alakul ezelőtt x évvel, és mondjuk nem óvónéni lesz, hanem más pályára megy, akkor is lett volna esély arra, hogy énekesi karriert is befut? Hát én úgy gondolom, hogy igen, hiszen nagy szerelmem az éneklés a mai napig. Tehát engem soha nem fáraszt. Én soha nem bánom, bármilyen időjárás jön közbe. Ha menni kell, sőt rohanok. Tehát én nagyon-nagyon szeretek énekelni, és úgy gondolom, hogy így, mint óvónéni, és így, mint énekesnéni. Egyébként Karcagon nagyon sokan úgy hívnak, gyerekek is, szülők is, hogy énekes óvónéni, és én ezt nagyon szeretem, hisz tényleg az vagyok. Mind a kettő nagyon közel áll hozzám, illetve nagyon-nagyon régóta és nagy szeretettel művelem mind a kettőt. Hát esetleg még az állatok azok, amik nagyon-nagyon közel állnak hozzám, és mindig is imádtam. Hát emeletes házban ugye nem tarthattunk állatot, bár én ezt nagyon nem értettem, nem baj. És hát én gondolkodtam, hogy esetleg állatorvos, vagy az állatokkal kapcsolatos bármilyen foglalatosság. Tehát engem ez nagyon-nagyon érdekelt, és a mai napig is imádom őket, van is kutyánk, úgyhogy nagyon szeretem az állatokat. Szepesi Tibor polgármester a déli külvároson a folyamatban lévő és a már elkészült fejlesztésekről, valamint a későbbi tervekről egyeztetett. Szepesi Tibor polgármester, Molnár Pál a Városi Önkormányzat Városgondnokságának igazgatója, önkormányzati képviselő és Balajti József, a Nagykunsági Környezetgazdálkodási Kft. Ügyvezetője a napokban tekintették meg a déli külvároson a folyamatban lévő és a már elkészült fejlesztéseket, valamint a későbbi tervekről számoltak be televíziónknak. Egy hosszú elképzelés elején tartunk, amelyhez mindenképpen szükséges volt egyébként is, de ehhez a fejlesztéshez mindenképpen az úthálózatot teljes egészében rendbe tenni. Az önkormányzat vásárolt nem kevés kavicsot, követ, tehát azokat az utakat, amely a déli külvárost áthálózza, gyakorlatilag teljes egészében rendbe tettük. Az összes út alapja útalapként elkészült. Ez azt jelenti, hogy az a megvásárolt kis keskeny nyomtávú kukásautó az el tud menni és el tud jutni valamennyi utcán, valamennyi háztartáshoz. Innentől jön a nagyobb lépés, ugye azokat az illegális szemét lerakókat, amit mellettem is látható és nem kevés gondot, bajt okoz az önkormányzatnak és természetesen az ott lakóknak is, legalábbis azoknak, akik a saját környezetüket szeretnék szebbé és rendesebbé, rendezettebbé tenni. Most az ő érdekükben is minden háztartásban előbb-utóbb szeretnénk kihelyezni személygyűjtő edényt. Ebbe a személygyűjtő edénybe kell belehelyezni mindenkinek a saját kommunális hulladékát, amit aztán ezzel a kukás autóval el tudunk szállítani a hulladék lerakó telepre. Ha ez sikerül, és ebben remélem, hogy mindenki partner lesz az itt élők között és az ezekben az utcákban lakók között, akkor juthatunk el oda, hogy hozzá tudunk kezdeni a terület teljes megtisztításához, azokat a parlagon hagyott telkeket teljes egészében fel tudjuk számolni, megszüntetni azokat az illegális lerakókat, és onnantól kezdve tudjuk a környezetünket szebbé, jobbá és sokkal élhetőbbé tenni. De ehhez az kell, hogy mindenki közösen akarja azt, hogy megvalósuljon a fejlesztésnek minden része, tehát az utakra is vigyázzunk, az edényeket is fogadjuk el, és természetesen aztán használjuk is. Üdvözlöm Balajti Józsefet. Milyen fejlesztésekre készülnek itt a déli külváros területén? Hát ugye most itt az előttem szólók elmondták, hogy itt a déli külváros területén is az útalapok megújultak, és ehhez kapcsolódó fejlesztés lenne az, hogy szeretnénk itt is bevezetni a házhoz menő hulladékszállítást, házhoz menő gyűjtőjáratot. Itt a külvárosi részeken eddig gyűjtőpontok üzemeltek, és ezeket a gyűjtőpontokat szeretnénk majd hosszabb távon megszüntetni. Tehát azt jelenteni, hogy ugyanúgy, mint a városban is, a kukásautó végigmegy az utcákon, és gyakorlatilag az ingatlan használónak csak az ingatlanja elé kell kitennie a gyűjtőedényt, és azt ott a gyűjtőedényt ott fogjuk üríteni az ingatlan előtt.
Üdvözlöm Molnár Pált, a Városzsonokság igazgatóját. Milyen további fejlesztések várhatóak a városunkban? Most jelen pillanatban déli újvárosi részen vagyunk, ahol egy olyan koncepciót alakított ki a város legfelső vezetése, hogy a háztól történő hulladék begyűjtést itt is meg fogja valósítani. Ahhoz viszont, hogy ezek a folyamatok elindulhassanak, olyan utakat kell létrehozni, olyan állapotba kell az utakat hozni, hogy a járműek közlekedni tudjanak. Ezt láthattuk az elmúlt napokban, elmúlt hetekben, hogy a Városgondnokság gréderrel fölgréderezte azokat az utcakat, ahol már valamilyen útalap volt, a gréderezés a földgyalulás után pedig föltöltöttük olyan ékelőkövel, amely reményeim szerint hosszabb távon meg fogja oldani a szilárd burkolatot, nem fog kikátyusodni. Természetesen, ahol ki fog kátyusodni, mert azért ez elkerülhetetlen, ott folyamatosan karban tartjuk a utakat. Jelzés alapján a hulladék szállítója jelezi fogja számunkra, hogy hol nem tud eljárni, hol van esetleg probléma az útszakasszal. Természetesen a képviselő jelzéseket is figyelembe vesszük, és a rendelkezésünkre álló ékelőkő mennyiségéig javítani fogjuk ezeket a szakaszokat. Ez az említett folyamat nem csak a déli újvárosi részen, hanem az északi újvárosi részen is meg fog valósulni. A következő hetekben elkezdjük ott is a munkálatokat. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!